61 cm jelenleg ekkora a Velencei tó vízszintje itt az agárdi mérési ponton. Ezzel megdőlt az 1939-es 63 cm-es rekord. Mivel a héten csapadék már nem valószínű, így további apadás várható. Leginkább Velencénél szembetűnő az alacsony vízszint. Több mint 100 métert kell gyalogolni, hogy vízhez érjen a lábunk. Gárdony-Agárd térségében azonban nincs szükség erre, bemehetünk a bejáróról a tóba. Ez a csoport biciklitúrán járja körbe a tavat, és a gyermekek is szeretnének megmártózni a vízben. Nagyon. És mennyire tetszett ez a túra neked eddig? Mennyire volt fárasztó? Hát annyira nem volt fárasztó. Szerintem szép. A nagycsaládos katolikus tábor tagjai Hódmezővásárhelyről érkeztek, 2020-ban már voltak a Velencei tónál, most is örömmel tértek vissza. Azért jöttünk vissza, mert rengeteg felfedezni való van a környéken. Az egyik nap ez a hagyományos biciklitúránk, most pont azon veszünk részt. Egyébként Pákozdon van a szállásunk, több helyen fürödtünk már a tóba, élvezzük. Természetesen mi is jobban szeretjük, amikor magasabb a vízállás, de ennek is van egy élvezeti értéke egyébként. Meg egy picit tanítjuk a gyerekeket, hogy mit jelent a szárazság majd, hogy mit fog jelenteni későbbiek folyamán. Talán az alacsony vízszint miatt, de kevesebben vannak a parton, mint az eddigi években főszezonban. Vízi biciklit is egyre kevesebben bérelnek. Nagyon kevesen vannak, és a víz annyira kicsi, és annyira használhatatlan, hogy már veszélyben van a csónakoknak a leeresztése is, mert ugye lemegy, és hatalmas energiával csapódik a vízre, és már az alját éri. Tehát nagyon-nagyon-nagyon, és rettentő kevesen vannak. Bár a vízszint elérte az eddig valaha mért legalacsonyabb szintet, a vízminőség a szakemberek véleménye szerint megfelelő. Fürdésre alkalmas a Velencei tó víze, várja a strandolni vágyókat. A vízminőség gyakorlatilag hetente mérjük folyamatosan. Nyár eleje óta a vízminőséget tökéletes, semmiféle probléma nincs. Ehhez hozzájárul az is, hogy folyamatosan végezzük a levegőztetést, most már lassan egy hónapja, 4 mobil levegőztetővel és egy fix telepített levegőztetővel, így halpusztulás nincs egyelőre. És hát ahogy lehet látni ebbe a térségbe, Agárd-Gárdony térségébe, itt még nem okoz gondot a fürdőzés szempontjából a vízmérség, itt még vitorlások is és hajók is tudnak közlekedni. Ahol korlátozást és gondot jelent, ez Velence térsége, tehát a tónak a keleti része, ami sekélyebb. Csonki István hozzátette, természetes utánpótlásra épült a zámai és a pátkai tározó. Előbb itt már a tavaszi időszakban leengedték a Velencei tó víz utánpótlása érdekében. A pátkai tározót is csökkentették, amely szerdán 373 cm-en, a minimális vízszint felett áll 3 cm-rel. Szabad vízkészlet tehát abban nincs, így csak várni lehet a csapadékot, nincs más lehetőség az utánpótlásra.